Miközben a B csoportos csapatoknál is sorra jelentik be az új igazolásokat, a Nyíregyháza a Blue Sharksnál eddig csak távozókról, pontosabban egy távozóról lehetett hallani, a korábbi csapatkapitány Nagy Krisztián Budapesten a Mazdban folytatja pályafutását. Igaz, az egy légiós kivételével nyíregyházi játékosokat felvonultató cápáknál nem is lehetett nagy mozgásra számítani, azt viszont az előző szezon zárása után elmondták a vezetők, hogy szükség lesz némi vérfrissítésre. Ennek első lépése meg is történt, egy szombathelyi nevelésű, legutóbb az A csoportos Jászberényben szereplő kosaras igazolását jelentette be a klub szakmai igazgatója. Olyan játékos szerettünk volna, majd a nevét is megmondom mindjárt, aki az A csoportban játszott, illetve az A csoportban kevés játék lehetőséget kapott, és esetlegesen a B csoportban több játék lehetőséggel meg tudja mutatni azt, hogy érdemtelenül kapta ezt a kevés játékpercet. Nagyon bízom benne, hogy ezt nálunk bizonyítani is fogja. Bazsó Brunónak hívják őt. Ő Szombathelyen nevelkedett Váradi Attila kezei alatt, és annak idején a korosztályos bajnokságokat végignyerték ugye a Váradi Benedek és Perzoli társaságában. Jászberényben játszott tavaly, nagyon bízom benne, hogy itt nálunk valóban azt a arcát fogja mutatni, amit annak idején még az U18-as válogatottnál én is láttam, amikor segítőedzőként dolgozhattam velük. Nagy Krisztián mellett még egy távozója lesz a nyíregyházi csapatnak, Farkas Dániel tanulmányai miatt költözik Budapestre. A tervek szerint az érkezési oldalon is lesz még mozgás. Még szeretnénk mindenképpen egy igazolást magas posztra, magyar játékost, és egy légióst is kell keresnünk. A légiósban alapvetően nem indultunk még el ebben az időszakban, azért mindenki bízik még a nagy szerződés reményében, és mi nem szeretnénk fölöslegesen, nem mintha tudnánk, de fölöslegesen sok pénzt fizetni egy játékosért, illetve szeretnénk megnézni azt, hogy milyen magyar magáll össze, egy kicsit megnézni a csapatnak a szerkezetét, a esetlegesen a hiányosságait, és ha ezek megszületnek, vagy látni fogjuk jobban, hogy hová kell egy légiós, akkor fogjuk eldönteni, hogy pontosan milyen posztra is érkezzen. Alapvetően a tavalyi évben kicsit problémának találtuk a palánk alatti játékunkat, akár lepatanó megszerzésében, vagy akár ponterősségben, és mindenképpen szeretnénk a palánk alatt erősíteni a csapatot. A Nyíregyháza Blue Sharks július 30-án kezdi el a felkészülést. Előtte a jövő héten több játékos részt vesz a klub által a fiatalok számára szervezett képzőtáborban. Sitko Ernő pedig a jövő hét közepén az U18-as válogatott csapatvezetőjeként elutazik a szkopjei B csoportos Európa-bajnokságra, amelyen a magyar válogatott tagjaként jelen állás szerint ott lesz a nyíregyházi Sitko Márton is.